30. alkalommal került sor idén a Nyugdíjas Klubok országos találkozójára Berekfürdőn. A részletekről Márkus Icát, a program főszervezőjét kérdeztük. Az ország minden területéről érkeztek Berekfürdőben nyugdíjas klubok, akik a hétvége folyamán műsorszámaikkal bemutatkoztak egymásnak és az érdeklődő közönségnek a rendhagyóra sikeredett nyugdíjas találkozó keretein belül. Erről a találkozóról most nagyon vegyes érzelmeim vannak, és nem is tudom, hogy hogyan mondjam. Nagyon-nagyon készültünk rá, pontosan azért, mert jubileum, és féltünk, azaz igaz, ettől a fránya vírustól, hogy nem fog úgy bejönni, mint ahogy szerettük volna. Általában 2200-2300 fős rendezvényünk van, és olyan, hogy reggel megkezdjük 9 órakor, és este 6-kor, 7-kor még folyik a műsor, mert rengetegen vannak. Most sajnos, akik jelentkeztek, még azok sem jöttek el. 5 vagy 6 olyan csoport van, aki figyelmetlen volt, vagy nem tudom ezt hová tegyem. Biztos közbe jött valami, de akkor is illett volna nekik szólni, hogy nem tudnak eljönni. És ez most minőségre, nívóra nem hozza azt, amihez hozzá vagyunk szokva. Mert kevesen vagyunk, és ilyen kényszerű szünet van most is, és nem pörög a műsor, nem olyan, hogy a táncok, a jelenetek, a vidám énekek, hogy hozza egymás után az egész, és olyan hangulat van, hogy boldogság. Most sajnos egy kicsikét lapos. Tulajdonképpen Magyarország minden tájáról, Felső-Tárkány, Bőcs, Karécság, Drégei Palánk, Szeged, Battonya, Balástya, Békés Csaba, Tolna megye, Nyíregyházáról jön 2 csoport is, Záhonyból, tehát igazából az ország minden tájáról jönnek. Tehát jó híre van, én úgy gondolom, ennek a Berekfürdői Fesztiválnak, mert minden évben nagyon sokan jönnek, és úgy mennek el, hogy jaj, de jó volt, és jövőre is jövünk, és tényleg jönnek. Most valahogy így történt. A 3 napos rendezvényen a fellépők között volt, aki táncolt, népdalt, irodalmi művet, vagy éppen kabarét adott elő. A tervezés ugyanaz volt, mint bár 29 éve mindig, és mint ahogyan mondtam, a vírus, feltételezzük, hogy a vírus miért, igen, most ezt nem írtunk össze, de holnap szombaton, ha minden igaz, és nem járunk úgy, mint most, hogy se szó, se beszéd, és nem jönnek el a vendégek, akkor 9-kor kezdünk, és bizony este 17:30 lesz vége, és mindig úgy szoktuk a szombati napot rendezni, hogy jön a zenész, és akkor egy hatalmas bulival, egy hatalmas közös énekléssel, tánccal, tehát hogy minden vendég úgy menjen el, hogy ez igen, ez klassz volt, ez jó volt, nagyon jól éreztük magunkat, és máskor is jövünk, tehát megadjuk a csípős erejét az egésznek. Remélhetőleg, hogy holnap mondhatom ezt. És egyébként is nagyon jó sok kapcsolatunk van nyugdíjas klubokkal, akikhez járunk évente többször, szomszédolásnak nevezzük úgy, és ők is jönnek hozzánk. Azon kívül csinálunk évente 4-5 olyan nagy programot, ahol házon belül étkezünk, táncolunk, szórakoztatjuk egymást. A rendezvényre a megfelelő óvintézkedések betartása mellett került sor, és eredményesen zárult a fellépő csoportok és a megjelentek nagy örömére.